Na jó, kezdem én. Igazából nem is kéne itt lennünk. 5 éve vagyunk házasok. 6. 5-6 éve. És ide mi csak rutinszervizre jöttünk. Futólag ellenőrzik a motort, olajat cserélnek, megnézik a féket. Igen. Nagyon helyes. Akkor csapjuk fel a motorháztetőt. 1-10 skálán mennyire boldog házasok? 8. Állj. A 10 a tökéletes boldogság, vagy az abszolút nyomor, vagy... Csak mondja, ami eszébe jut. Rendben. Mehet? Aha. 8. Milyen gyakran szeretkeznek? Nem értem a kérdést. És én sem. Ez is 1-10-ig megy. Most akkor az 1 nagyon ritkán, vagy a soha? Mert elméletileg a 0 lenne a semmi. Vegyük ezt a hetet. A hétvégét is? Persze. Mr. és Mrs. Smith. Meséljék el, hogy találkoztak. Kolumbiában történt. Bogotában. 5 évvel ezelőtt. 6. Igen, 5 vagy 6 éve. Kolumbia, Bogota. 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Anda solo, señor. Anda solo. Pasaporte, por favor. Papeles. Señora. Papeles. Está solo. Está solo. Nem. No. Está bien. Velem. Está bien. Hogy megúsztuk. Beszélni tud. És táncolni. I was patrolling a pachinko. You knew model Paula in the nefarious zone. Hanging out with insects. Underducting. The CIA was on the phone. Well, such is life.
Üdv idegen. Neked is. A szobapincér lelépett. Ennyit el tőlem. Köszönöm. Finom. Remélem is. Megfejtem egy kecskét. Kisasszony, nyerjen nálunk! Ja. Nézzük meg! Kettő lesz ide! Kettőt! Hé, ide, ide! Öt lövés, $5! Tudod használni? Jöjjenek, jöjjenek! Öt lövés, öt dollár! Jöjjenek! De céloz! Célzok! Jöjjenek bátran! Ne neves, mert lelőlek! Nem pislogtál! Kapunk valamit? Szűzkéz. Újra megpróbálom. Még egy lesz. Rendben, uram, még egy. Mindenki nyer! Jöjjenek! Ezt hol tanultad? Szűzkéz, tudod? Állj! Ne, még csak 6 hete ismered a csajt! De szeretem! Okos, szexi, zabolátlan, természetes, bonyolult, legtutibb nő, akit csak ismerek! Én meg Gladys már 2,5 éve ismertük egymást, amikor megkértem. Fontos, hogy egy kapcsolat a barátságra épüljön, a többi elszáll. Gyerünk! Hello! Gyors tempóban haladtok, nem gondolod? Ismersz, mindig mindent átgondolok, mielőtt cselekszem. És miből él? Építészmérnök. Nagy menő vállalkozó. Ha a Wall Street-en lefagy egy szerver, azonnal ott terem. Ilyen számítógépes Batman. Folyton utazgat, mint én. Tökéletes. Max, 1,5 évet adok nektek. Edi, megkértem a kezét. Mi? Megnősülök! Mi van? Nem hallom! Megnősülök! Nem hallom, ne püföld, már össze-vissza beszél a szem. Megnősülök! Öt vagy 6 évvel később. Cserélni a szűrőt. Mi a véleményed Bexler doktorról? Elég hülye kérdései voltak. Ja, bocs. Nem egy lángelme. A rendelője jó messze van. 4-re kell menni a legnagyobb dugóban. Nem rajongok az ötletért. Akkor ebben maradunk? Aha. Vacsi 7-kor. Jó, ott leszek. Itt.
Bárki keres, a főnöknél vagyok. Rendben? Behívott a pasas. Megcsíptem egy tuti megbízást. Tudod, hogy van ez? Vagyis honnan tudnád? Bocsika, Szívi. Dobjál meg egy kávéval, édes. Sok cukorra szeretem. Köszi. Hali. Maga hova igyekszik? Hát... A főnök látni akar. Nos, már látja. Nézze, fiam. Van, aki már 25 éve dolgozik nálunk, de még sosem volt ebben a liftben. Tessék. Ez a megbízásom. Tűnjön el gyorsan. Szia, szívem. Időben. Oda kint szakad az eső. A kertész kint hagyta a fűnyírót. Mi volt bent? Mint máskor. Új függönyöket vettem. Igazán? Aha. Na? Hm? Hogy tetszik? Hm. Szinte öltek ezért az anyagért, ott volt ez a kis töpszli. Majdnem az ővé lett, de végül én nyertem. Nem lett meg. Kicsit túl zöld. Ezért új húzatot kell vennünk a kanapékra, meg kell egy új szőnyeg és egy perzsa. Vagy megtartjuk a régi függönyt, és marad a többi is. Megbeszéltük, nem emlékszel? De, emlékszem. Megbeszéltük, hogy várunk vele. Ha nem tetszik, visszavihetjük. Oké, nem tetszik. Majd megszokod. Ja. Nincs kezelési költség. Márciusig. Hát újra itt vagyunk. Csak most egyedül jött el hozzám. Miért jött vissza? Hát nem is tudom. Tisztázzuk, én szeretem a feleségemet. Szeretném, ha boldog lenne. Jót akarok neki. De megesik, hogy... Még 5 perc. Eltávolodtunk egymástól. Egyre nagyobb az űr közöttünk. Amiatt a sok kimondatlan dolog miatt. Ezt hogy hívják? Házasságnak. Mit nem mondanak el egymásnak? Az az új film állítólag egész jó. Jól néz ki. Újítottál rajta? Mhm. Mit? Borsó van benne. Ja, borsó. Tényleg zöld.
Szívem, ide adnád a sót? Ott van az asztal közepén. Az az asztal közep? Igen, fél úton közöttünk. Mennyire őszinte hozzá? Eléggé. Én nem hazudok neki, meg ilyesmi, csak hát vannak kis titkaim, mindenkinek vannak. Jó, ahogy megbeszéltük. Jesszus! A frászt hoztad rám. Na, ragudj. Nem tudod, hol lehet a... Elmész? Valami barom kinyírta egy ügyvédi iroda rendszerét. Totál kikészültek. Hát, megyek. Kolmenékhez megyünk. Tudom. Nem. Ott leszek. Sietek. Gyors menet lesz. Minden bizonnyal úgy érzi, csak maguknak vannak ilyen problémáik. De higgy el nekem, házaspárok milliói küzdenek ugyanilyen gondokkal. Aha. Egy óra múlva indulunk. Rendben. Jó. Idézetek 800. Mikor megvádolták, hogy belső információkat adott el, azt válaszoltam. Beszéljük inkább a sovány. Martha Stewart. Meganom. Mit kavarsz itt? Bocsász, fiúk, merre van itt a brunzolda? Nagyon sürgős. Sálok. Hé, fiúk, pokereztek? Zárt körű. Kopj le! És beszálltok be ezt a kopj le, melyik felét nem érte? Hé, jó van, nem kell úgy berágni. Van nálam kárt. Tűnés innen, kis haver. Nyugalom, haver. Jó arc vagy. Na hé, figyelj. Nézd, erről beszélek. Ha? Ez itt a téma. Érdekel valakit? Ha? Na, érdekel? Nem, mi? Na, már kizsebelnélek titeket. Ja. Te figyelj, hűnő pöpec a cipellőt, haver. Jézus Isten! Na, ez a szék üres, akár ide is ülhetnék. Az nem? Ott mázli széke. Sol az a mázli, nem látom sehol. Mert még nem tért vissza. Akkor leülök. Na persze, ha túl agyas vagyok nektek. Tömörezüst! Nagyon tömörezüst! Hogy megúsztuk? Szeretlek, Jay! A levesbe! Többet étnek! Ráfaragott a kis fiú! Ezt kikapta, Jay! Nagyon kikapta!
Tartom! Dobjuk be! Egészségünkre! És a pókerrel mi lesz? Ennek nincs pókerarca, egyenes, mint Telvin, most Mila! Mi a szar van? Bocs, Mázli. Hát ennyi volt, haver. Köszi a szép estét. Te vagy Mázli? Ja. Franco? Mi van, öcsi? Talán melót keresel nálunk, vagy mi? Te vagy a meló. Rossz kisfiú voltál? Igen. Tudod, mi jár az ilyennek? Büntetés. Ó, igen, büntess meg. Fegyvereket adsz el csúnya bácsiknak? Mr. Racine! Jól van? Ah, Kolmenék. Nem mozdul! A tető rád megy! Szia, szívem. Szia, édes. Nem hallottalak odalenn. Leugrottam a sportbárba. Hazárdíroztam egy kicsit. És Mázli volt? Ah, igen, bejött. Szomszédok! Szia, Szuzi. Úgy örülök nektek, szia. Hello. Nagyon szép minden. Elvenni ezt tőlem? Köszönöm. Nagyon csinálom. Nagyon köszönöm a tér is. Köszönöm. Gyere, a lányok már várnak. Aztán vigyázni a pasikkal. Egy kubai szivart. Jaj, nem, dehogy nem bánzom. Á, épp testben, épp lélek. Szuzi is ezt nincs mondja. Nincs igaz. Makulátlanok vagytok. Hát azért. Kérsz valamit inni? Igen, egy sárdonit. Lányok? Igen. A töltőállomásnál lesz. Rendben. A Duxbury nem fog magasan zárni, a részvényeiknek annyi. Szevasztok. Szkácsok. Szia, John. Már is? Lemészároltak. Ja. Te, Johnny, hogy zártad a negyed évet? Még repülés volt? Én az összes pénzemet a sufni alatt tartom elásva. Csak ott előléptették. Na hát, ez fantasztikus. Olyan izgalmas, végre megvehetjük az új konyha bútort. Jaj, nem, hár megint. Ide első kabát kéne. Légy szíves. Megfognád egy percre? Mi? Nem. Légy szíves, mint lehet a pulcsimat. Ja, nem én. De csak egy perc. Hát jó. Jaj, foltisztító. Tetszel neki. Szia. Ez a ruha jól nézett ki. Nagyon csinos. Köszönöm. Thank you.
reggelt, Mr. Smith. Atlantában megint gond van. Már hallottam. Azok mik? A beszálló kártyája és taxicsekke. Köpje ki a rágot, kérem. Adna egy pézsét. A hotel számla. Köszönöm. El ne hagyja, tegye be egy borítékba. Szüksége lesz rá később. Megvannak az új tervek. Na, remek úgy, majd megnézem. Tessék. Hé, Edi, itt van. Az ajtaja nyitva? Hello, öreg. Mi újság? Semmi különös. Gyilkolászunk. Johnny, összeruccanunk páran a hétvégén? Nálam otthon. Kerti sütés, nő egy szálse, kammuri, vadállati lesz. Megbeszélem az asszonnyal. Kéred a mobilomat? Ha ne talán fel akarnád hívni, hogy tudod, nehogy a végén büntibe kerülj miattam. Szólj neki, hogy engedjen el. Te az anyáddal élsz. Őt ne keverd ebbe bele, jó? Az anyám egy igazi úriasszony. Nem kell engedélyt kérnem tőle, ha el akarok menni valahova. Főd, mos, takarít. Na, ki a hülye? John Smith. Hello, John. Jó reggelt, Atlanta. Szép hullatermésünk volt. Van egy sürgősségi eset. Önre lesz szükségünk. A célszemély neve Benjamin Dance, alias a Tank. Közvetlen veszélyt jelent a cégre. A hírszerzés tartja őrizetben. Fel akarják tenni egy helikopterre. A mexikói határtól 10 mérföldre. Nem szeretnénk, ha megtörténne az átadása. Tank. Item Technology. Miben segíthetek? James Smith azonosítva, kapcsolódás. Bocs a zavarásért, de éppen helyzet van. A konkurencia lesztünket akarja. Szeretném, ha ön intézné el az ügyet. Célpont? Benjamin Dance. Küldöm az adatait. Gyors munka kell. Tiszta és megfontolt. Értettem. Jó reggelt, hölgye! Tegnapi akció egyenlege. Egy halott, egy ügynök őrizetben. Az baj, ki kell szabadítani? Két szállítmány G40-es és a gránátlövők megérkeztek. Rendelj még tizet. Oké, Jazz, mondd. A célpont neve Benjamin Dance, alias Tank. Ez komoly. Az. Át akarják vinni a határon az egyik szövetségi börtönbe. Az egyetlen pont, ahol rájuk támadhatsz, itt van a határtól délre. Műholdas felvételeket kérek a kanyonról, és kell egy időjárás jelentés is. A célszemélyt a sivatagban egy elhagyatott leszállóhelyen teszik fel a helikopterre. Egyetlen dobásod lesz. Még több homok. Terület aláaknázva. Teljes a készültség. Vörös csapat! Itt Broadway Joe! Mindjárt fél idő! Vettem Broadway Joe!
Na ne. Veszitek a képet? Vesszük. Veszélyt jelent? Visszaszámlálás. A konvoj még nincs a zónában. Ide tévedt egy barom. Mindent elcseszhet. Civilek. Na nézzük, sikerül-e megfújni a harsonát. Fegyvert észleltünk. A francba, nem civil. Azt hiszem, azonosítottak. Veled előfordult már ilyen? Nincs róla tudomásom. Azt hiszem, bajban vagyok. Láttad a fazont? Kicsi. 50, max 60 kiló. Filippino lehet. Még az se biztos, hogy pasi. Azt akarod mondani, hogy egy csaj alázott a porba? Meg lehet. Profi. Hát akkor legalább nem lesz nehéz ügy. Mert hány bérgyilkos pipi lehet összesen, érted? Kérnek desszertet? Milyen van, Szivi? Fagyim. Fagyi? Nagyon jól hangzik, milyen ízekben. Csoki és vanília. Én egyiket se szeretem, külön-külön, de összekeverve egész jó fogás lehet. És nem csak egy gombockát, hanem egy egész halmot kérek. Majd megoldjuk. Pompás? Majd megoldjuk, hallottad? Ez simán eldöngethetne, érted, ugye? Aha. A súlycsoportján kívül van még valami támpontunk? Laptop. Mi van? El vagy varázsolva? Nem lehet veled beszélni. Laptop. Értem, laptop. Tudni akarom, ki az a rohadék. Kérem a kazettát. Bár. Jane. A kazettát. Jane. Mi van? A papa. Az FBI átvette a szállítmányt. Az ablak bezárult, uram. Megmondtam, ennél az akciónál nem hibázhat. Volt még egy játékos. Nem hagyunk tanúkat. Ha azonosították, tudja, mi a szabály. 48 órája van eltakarítani. Szíves örömest, uram. Rendben, új célpontunk van, derítsük ki, ki az. Jesszus, mit műveltél ezzel? Tábortüzet oltottál vele? Vegyél újat. A tulajdonosa számára sokat ér.
És kié? Azt reméltem, te majd megmondod. És miért ennyire fontos, hogy megtudd? Ismersz. Csak vissza akarom adni a tulajnak. Szia, Phil! Hello, John! Vega vagy? Nem. A csajom az. Na, lássuk. Feljavított RAM modul. Kínai. A Dynamics hozta be. A forgalmazó... Talán sikerül kideríteni a vevő címét. Megvan. Név nincs, csak egy cím. Lexington Ave 870. 5003-as lakosztály. New York. Ismerős? Szentséges szűzanyám. Miért nem főztök inkább egy kávét? Miatt keres. Üzenem. Hétkor van vacsi. Szia, John! Azt mondja, hétkor lesz vacsi. Mint mindig. Épp időben. Mint mindig. Kedves meglepetés. Remélem is. Hamar jöttél. Látnom kellett. Nekem is téged. Ehetünk? Igen. Ezt nem különleges alkalmakra tartogatod? Ez különleges alkalom.
most éjjös a kedvencem. Inkább én, édesem. Egész nap robotoltál. Köszönöm. Szívesen. Mi volt benne? Hát volt egy kis zűr az egyik megbízással. Nem mondod? De. Sajnos bekavart egy másik cég. Zöld babon. Nem, köszönöm. Kóstold meg. Remélem végül minden jól alakult. Hát még nem. De majd fog. Rostélyos a kedvencem. Szívem, ide adnád a sót? Ez valami új. Atlantában mi volt? Nálunk is volt némi zűr. Nem stimmelt valami. Fontos? Életbevágóan. Bort? Kérek. Marlene, hozok törölközőt. Jenny? Szívem? Eset volt. Hallod? Véletlen! Eltúlzod a dolgot! Ne ragadtassuk el magunkat! Ne feküdjünk le haraggal! Beszéljünk! Húzódj le! Jane! Húzódj le! Figyelj!
megyek, ki az? Nyisd ki! Veled meg mi történt? Az asszony. Meg akart ölni. És aztán? Gladys is próbálkozott velem, csak nem kocsival. Jane legalább tökösen csinálta, ő legalább bevállalta. Mindezen mesterkedik lassan, fájdalmasan, kegyetlenül, aztán bam, beléd gázolnak. Tudod, mennyire fájt, amit művelt velem? Mennyire ostoroztam magam? Már jól vagyok, rengeteget randizom. Randi hegyek! Szakítás után vagyok, jogom van hozzá. Az anyáddal élsz. Csak azért, mert ezt választottam, ő az egyetlen ő, akiben megbízom. Ez hihetetlen. Tudom, mi jár a fejedben, pontosan tudom, mire gondolsz. Ha ebben hazudott, akkor mi mindenben hazudhatott még? Az a munkája, hogy kémkedjen, infókat szerezzel. A francia Riviera, egy jacht, egy perzsa herceg. A bizalmába kell férkőznie, így hát gusztustalan. Mi? Mire célzol? Mi? A férjed volt, aki rád lőtt? Képtelenség. Valóban. Előre kitervelték az egészet, előre kitervelték a Johnny akciót, 6 évig melóztak, hogy infókat szerezzenek tőled. Küldetés végrehajtva. Na jó. Van jó oldala is. Nem szereted. Nem. Kinyírod. És ez senki se csinálja jobban, mint te. Köszönöm. És azzal annyi. Johnny, figyelj, én tudom, ez elég kínos, de figyelj, a jó öreg Eddie-re számíthatsz. A srácok odament, nem tudják, én hallgatok. Tudom, a nejed kollégái nyilván rajtad röhögnek már 6 éve, de kit érdekel, nem számít, nem lényeg, figyelj! Olyan, mintha megírták volna egy könyv első 100 oldalát. És 100 oldalon át végig Johnny a bohóc. De az utolsó 10 oldalt te írod, átvertek, de a végét te írhatod meg. Tök jót dumáltunk, gyakrabban kéne beszélgetnünk, nagyon büszke vagyok rád, haver! Kölcsön veszem. Díjazom az ötleted. Reggel intézem el. Jó. Jól vagy? Ja. Jól van, jó ét. Jó ét. Nem szereted. Jó ét, Johnny. Szia, Eddie. Aludj jól, anya. Jól van, lányok? Rajta. A zsebek, a számlák, a gyufák, ahogy szoktuk. Ez mi? Az esküvőtök, azt hiszem. Azt tudom, de miért nézitek? Elemzés. A célpont hátteréről. Ez a szoba kész. Köszönöm. Ígéred, hogy szeretni fogod, míg a halál el nem választ. Ígérem. John és Jane, ezennel házastársakká nyilvánítalak titeket. Nézd, mi folyik itt? Kerti parti lesz. Rendben, lányok, jó munkát végeztetek. Csak így tovább. A kertet is nézzétek át. Üdv, szomszéd.
Hű, hihetetlen, hogy én még sose jártam nálatok, nem semmi? Kezdjük a nappalival. Jó. Ó, gyönyörű a padlótok, Tikva. Vörös tölgy, Martin, vörös tölgy. Ó, idén tiéd lett a golfbajnokság trófeája. Már megint. Igen, de jövőre hozzátok kerül. Szemét. A célszemély profilja a legsürgősebb. Bármilyen eszközt bevethettek. Poloska, bankkártyák, mobilhívások szkennelése. De hogyan? Ön John és Jane Smith hívta, nem vagyunk itthon. A sípszó után hagyhat üzenetet, visszahívjuk. Nézd át az adatbázist. Mit keresek? John Smith-t? Kerítsd elő. Jane! Mi az? Aztán megtaláltam. Hol? Itt. A hőérzékelő jelez. Behatoló. Szintek szkennelése. Mondtam már, hogy az irodában ne zavarj, édes. Még mindig Mrs. Smith vagy. Hát, ez számos nőre igaz. Vigyázz, bármikor és bárhol megnyomhatom azt a kombot. Drágám, két kézzel és térképpel se találnád meg. Nem mondom többször. Fel kell szívódnod. Nem. Most. D-szektor tiszta. Tényleg azt hiszed, ha fütyülsz, ugrok? 5 év házasság után hozzászokhattál volna. 6. És nem megyek el. E-szektor tiszta. Bárhol, bármikor. Célkiürítési terv. Teljes törlés. Azt mondod, lelőhetted volna, mégse tetted meg? Itt ez az állati sok cucc, mint tőle fújtad meg. Erre azt mondod, képtelen voltál kinyírni? Most már mindketten nagy szarban vagyunk. Az én házam lett a célpont. Segíts már egy kicsit. Mit művelsz azzal a szénfogóval? Sírba viszel, totál megbudjantál. Oké, 48 órát kaptál. Mennyi van hátra még? 23? 22? 18 plusz apró. Utána mindkettőtöket kivannak a forgalomból? Eddie! Anya! Most vészhelyzet van! Meg is ölhettelek volna! Értsd már meg végre! Jól vannak! Elegem van a bigéd játékaiból! El kell intézned a ribancot. Az én nejem, ne szólj vele! Nem a nejed, hanem az ellenséged. Lehet, hogy kint leselkedik ránk! Eddie. Megvan.
Ez a beszéd. Egy magánhangzó vajon mennyibe kerül? Jó napot, az Itemből hívom. Jó napot. Hogy vált be az új tetőlakás? Remekül. Kedves, hogy kérdi. Sürgős, kellemesen el vagyok. Tényleg olyan kellemes? Jane? Nem vagy a szívem. Első és utolsó figyelmeztetés. Tűnj a városból. Eszem ágában sincs lelépni. Jó, beszélj csak. Egy acéldobozban ácsorogsz, és 70 emelet magasan lugsz a semmibe. Szóval ez csapda. A hármas liftben van. Nem fog bejönni. Nem fog bejönni, mert mindig is alábecsültél engem. Tényleg? Fogalmat sincs, ki vagyok. Nem is sejted, mire vagyok képes. Ez rád is igaz, bébi. Kitalálom. Robbanószer az ellensúly kábelén. Két töltet a fő és pót féksaron. Így van. Megtalálta? Rájöttem. A fő kábelen is megtaláltad már a cuccot? Oké. Feladom. Robbast fel. Mi? Rajta robbants fel. A szed nem mere? Szívi, a szed nem mered. Jól van. 5. 4. Utolsó üzenet. Ocsmányak a függönyök. Vég veled, John. Franc volt ez. Miért? Elbúcsúztatok. Hölgyem, idevágó mondatokon töröm a fejem. Gondoltam, beugrok. Hé, bébi, kösz, hogy ejtettél. Szép. Na, hogy döntöttél? El akarok válni. Ez tetszik. Itt kértél meg, a sztorinknak szép kerete lesz. A kabátját.
Leülhetek? Nem. Pezsgőt, uram? A pezsgő ünnepléshez való. Egy martinit kérek. Én semmit. És mit akarsz, John? Fura problémánk adódott. A halálomra hajtasz. Mm. És engem se aggasztott te testi épséged. Most mi legyen? Párbajozzunk itt és most. Lesz, ami lesz. Nem túl jó ötlet. Biztos kitessékelnének innen, ha lelőnélek. Táncoljunk. De te nem tudsz. Csak az álcázás miatt volt szívi. És a tohonyaságod is? Áh! Szerinted happy end lesz a sztorink vége? Csak amíg be nem fejezett sztoriknak van jó vége. Élvezed? Évek óta nem. Ez mind én vagyok, baby. Szerinted hol rontottuk el? Hogy külön életet éltünk? Vagy a hazugságok tettek be? Van egy elméletem. Teljesen új. Mondd, alig várom. Te vagy az oka. Provokatív. Úgy kezelted a házasságunkat, mint egy munkát. Megtervezted, végrehajtottad. Te meghanyagoltad. Mit érdekel, ha csak alibi voltam? Ki mondta, hogy alibi voltál? Nem voltam. Na és én? Muszáj. Elnézést. Odafenn nincs kiárat. Észre, John, hazudik. Hideg fejjel. Maga kegyen! Vissza! Hátrébb! Hátrébb! Limuzint? Smith. Másodszor próbáltál megölni. Ugyan, csak egy apró bomba volt. Csak értesítelek, hazamegyek és mindent elégetek, amit tőlem kaptál. Ha te érsz előbb haza. Már ott vagy? Mikor először láttál? Mit gondoltál rólam? Na és te? Azt éreztem. Olyan vagy, mint a karácsony reggel.
Nem tudok jobb hasonlatot. Miért mondod ezt most el nekem? A végén mindig eszedbe jut, milyen volt a kezdet. Ennyi, gondoltam jobb, ha tudod. Te mit gondoltál? Azt, hogy... Nálad szebb Alekot még életemben nem láttam. Csak a melóról szólt, mi? Pontosan. Kezdettől. Hideg számítás. Ennyi volt, amit tudni akartam. Jó van. Rendben. Így lesz jó. Szia, John! Szia, Bill! Minden rendben? Ja! Akkor jó. Egyébként, John, a kocsid, kilóg a járdára. Kösz, Bill! Szívesen, jó ét! Jó ét! Élsz még, édesem? Ah, ah, ah.
nézel, mit ahogy főzöl? És az nagyon durva! Ez nem megy. Na, rajta! Mi lesz? Akarod? A tiéd. Igen? Minden rendben? Szörnyű lármát hallottunk. Minden a legnagyobb rendben. Ja, tényleg. Szóval jól vagytok? Na, nagyszerűen. Csak tudjátok... Suzy, Martin, jó biztos éjtetek. Urak. Látom, tataroztok, ja. Jó, kár azért a vörös tölgy. Még 5 perc, anya. Első számú célpont, James Smith. Csábító, de fél milkánál kevesebbért nem kelek ki az ágyból.
Első számú célpont John Smith. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Stay, lady, stay. Egyenesed maga a gyönyör. Jól viselted. Köszönöm. A vakáció Nespen van. Mm. Korán elmentél, miért? Jean-Luc Gaspard. De már! Ja. Én akartam. Felesd el. A házassági évfordulónkon nem hallottad a helikoptert, ami hazahozott? Nem. Nem? A gránátok miatt. Aznap félig süket voltam. Enyhén színvak vagyok. Retina sérülés. Ezzel a három ujjammal semmit sem érzek. Törött bordák, törött szemüreg. Beszakadt dobhártya. És utána rosszul alszol? Nem. Én sem. Mit vártál? Miért enyém alá Stukker? Most hülyeskedsz? Nem. Na azért.
van nála van a tényezőm. Nem voltam a békehadtestnél. Mi? Na ne! Azt úgy bírtam benned. Lehet, hogy ez az őszintés, de mégis baromság. Nem, dehogy. Nem az MIT-ra jártam. Hanem? Notre Dame-ba. Műftörire. Műv mi? Műftöri. Tudomány. Oké. Okay. Kell mondanom, hogy sosem ízlett a főztöd. Nem az erősséged. Szívem, soha életemben nem főztem. Az ájtempesek főztek. Mennyi hazugság! Én bírom, viseld el. Társaságunk van. Mi? Franc! Oké. Tartsd egyenesben! Ez a rugalmas vezetési stílus! Menj arrébb! Mozogj! Én vagyok a kertvárosi háziasszony. Engedj! Ne, ó, tessék! Menj! Nyomás! Gyorsan! Jobb, ha elmondom. Egyszer már voltam nős. Megőrültél? Most mi bajod? Te vagy az én bajom! Hát berúgtam Vegasba! Mindjárt már! Oda, hagyd a barányle! Hagyd már abba! Elég! Elég! Szent vagy. Te sem vagy az igazság bajnoka. Jola szüleim! Meghaltak, amikor 5 éves voltak. Hogy? Akkor az esküvőnkön ki kísért az oltár elé? Egy színész. Tudtam. Tudtam, hogy láttam az apádat a tévében. Tudom. Ne is beszéljünk róla. Megvannak? Meghalt!
lesz bele! Mindjárt! Újra megbeszélhetünk mindent, amit egyszer már átvettünk. Zsidó vagyok. Ha. És én még az igazi szüleimmel villogtam. Undorító. Hogy lehet ilyet felszolgálni? Elnézést, meg tudnák melegíteni? Kis az, hogy magához beszélek, hallja? Jesszus, Johnny. Jó reggelt, Edi. Szervusz. Öröm látni, hogy semmi bajod. Észhez tértél, és kinyírtad azt a hazug ribancot? Mármint engem. Ugyan, én csak álmodoztam. Aha. Eddie. Elnézést. Eddie. Örülök, hogy látlak, Jane. Hey, Eddie, figyelj már. Van némi gond. Van némi gond? A narkósoknak vannak gondjaik. Nektek lőttek? Lehet. Lehet? Johnny, az egész cég rátok vadászik. Valószínűleg az ő cége is rátok vadászik. Aha, na és te? Én? Te kivel vagy? Kivel vagyok? Alig bírtam kikászálódni az ágyból. Azt hiszem, jössz nekem némi dohánnyal. Mit gondolsz? Nem kedveljük egymást, értem én, semmi gond, de akkor se kellene így nézni rám. Willy, John, ezer éve a barátom. Igen, bizony, ősrégi haverok vagyunk. Berágtam. Felrobbantják a házam, rálőnek a nőmre, a saját cégem. Ha igaz a pletyka, hogy kinek dolgozik? A Pepsi és a Coca vagytok. Ő a főzőcsatorna, te meg a tudom is én melyik konkurens tévécsatorna. Érted, miről beszélek, felfogod? Mm-hmm. Johnny, a lényeg egyszerű. Amint kiléptek a rezervátumból, nektek annyi. Oda a védettségetek. Mekkora a gáz? Hogy mekkora? Mm-hmm. Emlékszel Kanadára? Hát, az piskóta volt ehhez képest. Te voltál? Ez felizgat, mi? Halálra akart gázolni, de én inkább Eddie, nem szólok bele, jobb nem beleavatkozni. Jó a tények. Ha ti ketten külön váltok egymástól, van esélyetek. Nem valami nagy, de azért van. Ha együtt maradtok, végetek. Ha csak nem találtok valamit, ami fontosabb nekik, mint ti. Megtaláltuk. A szövetségi bíróság D alaksorában őrzik. Mozgás és hőérzékelők. Áram a városi hálózatról. Ez minden, amit megtudtunk, Jane. Jó. Mindent köszönök. Sok sikert! Nem kapcsolnátok el máshova? Nick! Emeld már fel a segged és kapcsolját egy másik csatornára. Tudom, fárasztó. Köszike? Mint másodperced van. Kikapcsolom az áramot, te hozod a kölyköt. Sima ügy, rendben? Rendben. Na, áruld el, mennyi volt? Mit számít? Kezdjem én? Aha. Hát nem igazán számoltam, de... körülbelül... 57-63. Uh-huh. Nem vagyok kispályás. Na, és nem ez számít. 312. 312? Hogy? Néha kettő egyszerre. Édesem,
Ne, most ne. Szemmel tartod a területet? A terület tiszta. A rendőrségi sávok. Rajta vagyok a sávon. Rákötötted? Nem vagyok már kezdő. Hát, azt már tisztáztuk. Oh. Jól van. Balra. Balra, John! Balra! Felesleges kiabálnod vele, oké? Okay? Kedvesem. Balra, légy szíves. Arra nem megy. Látod? Ez van balra. Nézd. Előre lehet. Vagy visszamehetek, de balra nem megy. Ha, melyik irányba menjek? Maradj ott, amíg szólok. Látod, miben ülök, he? Látod ezt? Jó, rendben. Maradj. Várd meg, amíg jelzek. Megtalálom. Várj, amíg szólok. Mindjárt megvan. Nem tudom, mi történt. Tarts ki. Mi az, John? Mit csinálsz? Mit művelsz? Mondtam, hogy várd meg, amíg jelzek. Improvizáltam. De eltértél a tervtől. Igen, mert hibás volt. Nem volt benne hiba. Nyögős. Szervezett. Jane, ez a meló megérzésre épül. Ez a te megérzésed, bekapcsolta a riasztót. Miattam tudtuk megcsinálni, jó, igaz, nem Jane stílusa. Igen, úgy John módra, félig elcseszve. Mint a karácsony, vagy az évfordulónk. Vagy mikor elfeledkeztél az anyám szülinapjáról. Az álanyádéról. A lényeg, hogy mindig kiszállsz a csapatból. Neked nem csapat kell, hanem egy rabszolga. Olyan, akire számíthatok. Elszívod előlem a levegőt. Értem. Ezt meg hogy érted? Úgy, hogy nem lehet hibázni. Minden hiba kizárva, nincs spontaneitás. Kinek megy ez? Ne aggódj! Hiszen nem vagyunk igazi házasok. Maguk kicsodák? Pofa be! Most veszem észre, hogy te fültanúja voltál annak, ahogy az asszonnyal veszekedtünk. Ez sajnálatos. De ne gondolt, hogy ez a gyengeség jelen nagy hiba lenne a részedről. Mondd el szépen, mit tudsz. Miért akarják a górik a halálomat? Csak hogy értsd, édesem, kérlek. Fejezd be. Lehet, hogy nem igazán nyerő ötlet alán tenni a túsz előtt. Vegyes hatást kelt. Bocsi. Oké. Hol tartottak? Hiba lenne. Kussolj, jó? Jól van. Vázolom a lehetőségeidet, érted? Áverzió. Nem lehetne... Pofa be! Áverzió. Beszélsz, hallgatjuk, nem fáj. B-verzió. Nem beszélsz. Lekapom a hüvelykujjaidat, az fájni fog. C-verzió. A részletek változnak, de a csattanó marad. Meghalsz. Benjamin, okay. Türelmetlen népek vagyunk. Jól van.
Kaphatnék egy kólát? Gyümölcslevet, vagy... Áverzió! Ez fájt! Jó, ez ügyes húzás volt. Görcsöt kaptál? Megkötöztek. Nézze meg a farzsebemet. Maguk a célpont, nem én. Mindketten. Kitudódott a házasságuk, így ugyanarra a célpontra küldték magukat egymás ellen. A két cég közös akciója volt. Két konkurens ügynök egy fedél alatt. Ez árt az üzletnek. Egymásnak ugrasztották magukat. Te vagy a csali. Még kezdő vagyok. Meg kell kapaszkodnom. Pár hulla, aztán irány az iroda. Nem olyan rossz, tényleg. A farzsebedben tartod a fotót. Kereteztem volna be, vagy mi? Már rég el kellett volna égetned. Kezdő kurzus, első lecke. Kocsi, aznap épp hiányozhattam. Ahogy maga is annál, hogy ne vegyük el az ellenséget. Csali voltál, vagy csali vagy? Az öv! Az övem! Kettő perc. Egy perc. Célpont elérve! Halihó! Tiszta! Tiszta! Szükség esetére hajóvár Lápászban. Teherfuvar Atlasz hegység. És most? Már tudjuk, mik külön az esélyeink. Vegyük számba, hogy mi van. És hogy mi nincs. Van egy pocsék házasságunk. Rendben. Én zűrös vagyok, te gázos. Hazudunk is. Aki elfut, örökké menekülhet. Maradjunk és harcoljunk. Zárjuk le az ügyet. Aztán, ha menni akarsz, mehetsz. Köszi. Most mi van? Miért számba vettük, mi van, nem? Te jó ég. Majd ne! Hagyj! Egész jó kis bolt. Thank you.
Viszlát egy másik életben. Én is örültem, John. Visszatérünk. Jézus! Hozzá se értem, de igen. Ezt most hagyjuk, jó? Megyek! Elterelek. Előre megyek. Fedez 6 óránál. Oké.
Sima ügy. Vigyázz, könnyen elakadnak. Vigyázz velük. Te bal fele húzol, úgyhogy enyém a jobb. Francba. Az a lápázi hajó egyre szebbnek tűnik, mi? Ilyenkor ott folyton esik. Nincs a világon jobb hely, mint ez, veled. Hallgass. Az elmúlt pár hétben mennyit változott a kapcsolatunk? Egész jól megvagyunk, nem? Nézze, nem akarok hazudni, volt, amikor meg akartam ölni, de... Én szintén. Nem bírtam bevállalni. Nos, ez nagyon jó. Ne, ki hinni. Néha muszáj csatákat vinni. Ez a házasság, igaz? Ne, igen, kéz a ravaszon, de... És felújítottuk a házat. Igen, úgy bizony. Mindig lesznek konfliktusok. Veszélyes helyzetek. De közösen legyőzik őket. Eddig ment. Hát igen, eddig. Ezt hogy érted? Hát ki tudja, mi jön, nem? Eddig. És úgy érzik, hogy a kapcsolatukat most már irányítani tudják. Azt a szex kérdést tegye fel. Magyar hangok. Selmeci Roland, Kéri Kitti, Kassai Károly, Bognár Gyöngyvér, Elődálmos, Jakab Csaba, Galbenisz Tomasz, Albert Péter, Vári Attila, Gelencsér Adrien. Magyar szöveg Patarica Eszter és Illés Judit. Hangmérnök Gábor Dániel és Tóth Péter Ákos. Vágó Majoros Eszter. Gyártásvezető Sarodi Tamás. Szinkronrendező Fék György. A szinkront a Warner Home Video Magyarország megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.